A női szakaszban mostantól egy különleges vállalkozásba vágjuk a fejszénket, körbejárjuk és bemutatjuk önöknek Újpest tánciskoláit, megismerve a különböző mozgáskultúrákat, ritmusokat és stílusokat. A tánc azonban nem csak a gyerekek és a fiatalok elfoglaltsága, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a Földházi Tánciskola UTS-e, ami immár 36 éve várja az újpestieket. Ma őket ismerhetjük meg közelebbről. Tartsanak velünk, most is érdemes lesz! Nagyon jó, szeretek járni. Hát elég sokrétű a polka, a polonéz, csárdás, Cindy Swing, a pas de doble. Táncolom csárdást, polkát. A Földházi Tánciskola és az UTS-e tánctanfolyamai 36 éve várják az újpestieket, a kezdőszinttől egészen a versenytánc szintig az Újpesti Kulturális Központ ifjúsági házában. Most az ő óráikra látogattunk el, ahol Földházi Péter tánctanár és versenybíró az iskola történetébe is beavatott bennünket. Most már 36. év, hogy itt Újpesten vagyok, 1980-ban kezdődött el a tánciskola, úgy, hogy itt előtte egy pár évig már megszűnt, és alapjában ő az én irányításommal kezdődött újra a társas tánc élet, és nagyon szépen kifejlődött a 80-as évekre, 90-es évekre, több versenyzőnk volt, eredményeket értek el országos szinten, budapesti szinten, magyar bajnokok voltak. Aztán ahogy az élet alakult, úgy tulajdonképpen változott a tanfolyam is és a klub is itt Újpesten, és hát bejött az, hogy egyre kevesebb gyerek van, és érdekes mód ez olyan méreteket öltött, hogy nem csak itt Újpesten, hanem az egész országos szinten sajnos nagyon kevés már a gyerek, inkább a felnőttek jönnek, érdekes mód azok a felnőttek, akik kimaradtak az ifjúkorban a tánc tanulásból, azok jönnek el nagyon sokan párossával, már házas párok, mert szeretnének megtanulni. Rájöttek arra, hogy mégis egy alapvető dolog az, hogy táncolni tudjanak. A korosztály az így nincs behatárolva, tulajdonképpen mint mindig úgy van felépítve nálam az iskola, hogy akiknek nincsen tudásuk, vagy uram, bocsát, valahol máshol tanultak, azoknak is azt szoktam ajánlani, hogy próbálják a kezdőszinten meg, és ez nem a kolléga lenézése, vagy az illetők lenézése, hogy nem tudnak táncolni. Minden egyes tánctanár másképp fogja fel a tánctanítás, más táncokat súlyoz, más lépéseket tanít, más szisztémával tanít, és azt meg kell tanulni. Volt rá már precedens, hogy valaki beiratkozott a haladóba, és hát elég nehezen vitte, és ugye elkeseredett, hogy hát miért nem megy neki, hát ő tud táncolni, mert nem tudja azokat a sorrendeket, nem úgy tudja, és a régi automatikus reflexek előjönnek, nem tud változtatni rajta. A határ az tulajdonképpen a csillagosség ide is, oda is. Ugye mindig azt szoktam mondani a fiatalabb korosztálynál, hogy ha tud dolgozni, és nem rettem meg a társaságtól, mert nincsen korosztályilag szétbontva, együtt van a 4-5 éves, 6 éves gyerek is időnként, a 60-70 évessel is. Mert van tanfolyamon is, van már olyan nem egy, aki már ilyen 70 év körüli, és van olyan tanítványom, aki több éve jár hozzám, aki már lassan a 80 felé megy, és még mindig intenzíven jön, és csinálja, és gyakorolja. Többféleképpen van, ugye itt, akiket többek között lehetett látni, nyugdíjas csoport, őnekik nagyon-nagyon jól megvan szervezve, rendezve ez az élet, rendszeresen járnak, és hát elfelejtik a bújukat, bánatukat,
az egészségügyi problémájukat, általában nehezen jönnek be, és majdnem futva távoznak, tehát teljesen átalakul a mozgás, az egészség. Nekik van külön nyugdíjas versenyek, nyugdíjas bemutatók, nyugdíjas előadások, és ott szoktak fellépni. Hát volt, ahol aranyérmet, aranyoklevelet, volt olyan verseny, ahol nyertünk, nyilván volt olyan, ahol hátrébb helyezkedtünk, ez mindig változó, de ami nagyon-nagyon fontos, hogy szeretettel jönnek, és a mozgást gyakorolják, és ezáltal én úgy hiszem, hogy nagyon nagy hasznukra tudunk lenni. Van, amikor bemelegítünk, van, amikor nem melegítünk be. Mindig megbeszéljük az előző akár fellépésnek, vagy akármének a problémáit, és akkor azokat próbáljuk kiküszöbölni, és táncolunk. És nem egy órát, két órát. A tanfolyami rész nálunk Újpesten úgy van, hogy aki bejön úgymond az utcáról, az egy hagyományos régi, mondhatnánk azt régi értelembe vett tánciskolának a modernebb változatát járja végig. Egy kezdő, egy haladó tanfolyamon, a kezdő szinten ugye az alaptáncok, alaplépései, a haladó szinten több tánccal, még több tánccal foglalkozunk, és bonyolultabb lépéseket, nehezebb lépéseket veszünk, és onnan, hogyha valakinek van kedve, akkor az át tud jönni a klubba, és ott már rajta múlik, hogy milyen szintig jut, hogy megelégszik azzal, hogy hetenként gyakorol, mindig valami újat tanulunk, vagy átismétlünk, kigyakoroljuk, vagy pedig komolyabban szeretne a tánccal foglalkozni. A társaság pedig akkor is remek, ha valakinek nem a profi szint a célja. Hát a társak azok nagyon jó társulat, úgyhogy mindenkivel jobban vagyok, legalábbis én biztos. Gondolom más is. Bárhol bármi van, akkor közösen elmegyünk. Például legutóbb az egyik táncosunknak, a lányának volt az esküvője szombaton, és elmentünk 12-en, és ott voltunk. Volt fellépés, de ének. Tehát a mennyasszonynak és a vőlegének énekeltünk egy szép dalt. Járunk Újpesten, a Péternek a csoportjába szoktunk fellépni, akkor most volt a Szent Mihály nap, itt is felléptünk, meg voltunk már versenyeken, ahol nyertünk is, akkor volt ki mit tud. Én még a hagyományos gondolkozása vagyok a tánc, a társas tánccal hozzátartozik alapszinten a tánc és illem, tehát az illem is. Ezt általában azért amennyire lehet próbálom mindvégig megkövetelni, még a csoport a magasabb szinteken is, mert együtt élünk. Nem úgy próbálom vezetni a csoportokat, hogy oszd meg és uralkodj, tehát megpróbálom egymás ellen fordítani, pont ellenkezőleg inkább megkeresem azt, hogy tudom a feszültséget feloldani. Én úgy hiszem, hogy ez is sokat jelent a manapság az embereknek, meg egyáltalán aki eljött, az értékeli ezt a fajta gondolkozást, és amellett odafigyelek, hogy mindenki, aki eljön hozzám, az megtanulja azokat a lépéseket, amiket én szeretnék, és hát nyilván, hogyha szeretne tovább menni, akkor magasabb szinten. Valamikor találkoztam a 14-es villamoson egy volt tanítványommal, aki gyerekkorában járt hozzám, és azt mondta, hogy tanár úr, de amikor jártam magához, akkor hát ciki volt, meg nem volt kellemes dolog, egy-két ugye főleg viselkedési dolog, hogy megkövetelte, megtanította, de most veszem észre, hogy milyen hasznát veszem annak, amit annak idején tanultam, és most tudom tulajdonképpen értékelni.